2021-ben utoljára ült össze Székesfehérvár képviselőtestülete a rendkívüli közgyűlésen döntöttek többek között a 2021-es költségvetés módosításáról. Cserpalkovics András polgármester elmondta, a város gazdálkodása stabil és gazdaságos, az önkormányzatnak nincs adósága, tartaléka viszont igen. Döntöttek továbbá a fejlesztésekről például a középiskolai kampuszprogram keretében Oktatásfejlesztési Programban hat iskolánál vizes felújítás, kivitelezési közbeszerzését indította el a város. Több közmű és útépítéssel kapcsolatos döntésről született határozat, és megindulhat a Városháza felújításának közbeszerzési eljárása is. Nincs akadálya annak a jövő év első részében, várható a januárban szergyőződjünk, munkaterületet adjunk át, és mindegy tíz hónapos munkával, de felújítsuk a városházát. Ez magába foglalja a homlokzat felújítást, a nyílászárók cserék még fennmaradó részét, elvégzését és a teljes tetőfelújítást, belső felújításokat, energiakorszerűsítést és a belső udvarok fele néző tető részeken pedig napelem kerül föl a városházának a tetejére. A volánbusz társasággal kapcsolatban is született döntés. Az önkormányzat 2022. január 1 Ével 2023. június 31-ig hosszabbítja meg a meglévő szerződést, amennyiben ezt a busztársaság is elfogadja ez idő alatt fog megérkezni a 12 elektromos autóbusz, lép be, majd a menetrend bővítés, és tudjuk majd kiírni és lefolytatni a körülbelül utána 8 évre vonatkozó szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos pályáztatást. A közgyűlésen eloszlatták a vásártérrel kapcsolatos területértékesítési félreértést is. A polgármester elmondta, nem kívánja értékesíteni az önkormányzat a vásárteret. A vásártér szomszédságában van egy betonos terület, melyet a város elcserélne a Gárdonyi Géza művelődési ház előtti zöld területre, azért, hogy utóbbit ne lehessen a jövőben beépíteni. A cél, hogy a művelődési ház felújításával együtt a tervezési program keretében tegyék még szebbé.